Felújított változatot kap az egyik kedvenc Star Wars játékom, a Bounty Hunter, mely eredetileg csak Gamecube-ra és PS2-re jelent meg. Később ugyan utóbbi változat PS4-re és PS5-re is elérhetővé vált, most egy komolyabb ráncfelvarrás mellett válik elérhetővé a játék PlayStation mellett Xbox-ra, Switch-re és PC-re is. A játék története Django Fettet követi, amint elfogad egy megbízás Dooku miszerint le kell vadásznia egy sötét oldali erőhasználót, a Bandó Gora bűnszervezett fejét, Komari Vossát. Dooku célja a küldetése, hogy kiválassza azt a fejvadászt, aki képes megölni egy erőhasználó ellenfelet, ezáltal alkalmas lehet mintaalajnak a klón hadsereg részére. A felújított változat jobb minőségű textúrákkal és fényekkel jelentkezik, ezen felül kapott egy zseblámpa játékelemet, ami az eredeti verzióból hiányzott, és sok esetben nehéz volt a sötét részeknél tájékozódni így. Ezen felül az eredeti játék egy végül el nem készült funkciója is bekerül a felújított változatba, miszerint a story mode teljesítése után Boba Fettként is játszhatunk majd. A játékot emulátorra korábban már végig játszottam a csatornán, illetve egy történeti összefoglalót is készítettem róla, amit megtaláltok az infoboxban. Ha szeretnétek, hogy a felújított változatot és újra végig írjátok meg kommentben.